Szekszárdon is bemutatkozott mind a 8 Tolna vármegyei szakképzési centrumhoz tartozó iskola a pályaválasztási rócson. Ezeken az eseményeken az intézmények interaktív standoknál mutatják be az általuk kínált szakmákat. Most Szekszárdon a három iskolánk felügyelete alatt fut a rócsónak az aktuális állomása, és igazából mi azt szeretnénk megmutatni minden esetben, hogy a szakképzés mit tud nyújtani a pályaválasztó diákoknak, illetve szeretnénk testközelbe hozni nekik azokat a szakmáinkat, amelyeket így ki tudunk ide hozni, és meg tudjuk őket mutatni. Az a célunk, hogy erősítsük a szakképzésnek az elismertségét, vagy az elfogadottságát. Szeretnénk megmutatni, hogy a szakképzésből is lehet menni egyetemre. Szeretnénk megmutatni, hogy milyen előnyei vannak a szakképzésnek. Ösztöndíjrendszer, a végén egyfajta ösztönzőként, akár az eredménytől függen, akár 300 ezer forinthoz is juthatnak a sikeresen vizsgázók, illetve a duális képzésben rejlő lehetőségeket, néhány duális partnerünk is megjelent. Tehát azt szeretnénk megmutatni, hogy a szakképzésben van a jövő. Hogy a szakképzést kell, vagy érdemes választani annak, aki valamilyen szakmát szeretne szerezni. Ráadásul, ha valaki a technikumban sikeres technikusi vizsgát tesz, akkor egy egyenes ági bejutást tudunk szinte biztosítani számára azzal, hogy ez a technikusi vizsga egyben egy emelt szintű érettséginek is megfelel. És több visszajelzésünk van arról, hogy a technikus végzettséggel rendelkező diákjaink az első másfél évben egy picit könnyebben tudnak nekifutni az egyetemi éveknek, ha szakirányba mennek tovább. Az intézmények által kínált széles palettán mindenki megtalálhatja a kedvére való szakmát. Tetszik a villanyszerelői szakma, de az ételek elkészítése sem túl rossz, nem lenne túl rossz nekem, mert szeretem azt is. És hát még nagyon nem tudom, hogy mi legyek, de ezért jöttem ide nézelődni is. Ugye jó, hogy sok iskola van, mert ugye nagy a választék, és hogyha egy helyre esetleg nem vesznek fel, akkor még van esélyem egy másikba bemenni. És ugye mivel nagy a választék, ezért jó, hogy hát több helyre tudok jelentkezni, és meggondolhatom, hogy hova szeretnék menni. A centrum Dombóváron is megrendezte a pályaválasztási roadshow-t. Az előző évben jött az ötlet a centrum vezetésétől, hogy a pályaválasztást, illetve a pályaorientációt azt összefogjuk, és nem csak helyi iskolák az adott városban próbálkoznak ilyen beiskolási rendezvényen, hanem ezt kiterjesztjük, és mind a 8 iskolánk együtt összefogva elmegyünk a megye nagyobb városaiban. Így a diákok nem csak azt a kínálatot láthatják, ami a saját városukban van, hanem kitekintést nyerhetnek a másik városban levő oktatási intézményeinknek a kínálatába, és betekintést nyerhetnek az ottani képzéseinkben. Lőcze Tibor, a Tolna vármegyei szakképzési centrum Apáczai Csere János Technikum és Kollégium igazgatója bemutatta intézményüket, és ismertette a dombóvári pályaválasztási roadshow során kínált programokat. Ami ebben egy kicsit újdonság, hogy ez nem egy ilyen előadás jellegű valami, hanem a standokon diákok vannak, a képzésekben tanuló diákok, és őtőlük kaphatják meg első kézben az információt. Azt gondolom, hogy ők a leghitelesebbek, akik a képzésekben tanulnak, és át tudják adni ezeket az érdeklődő 7.-8. osztályos diákoknak. Az általános iskolákat meghívtuk minden városban erre a rendezvényre, és hát nagyon örülünk, el is jöttek, elég nagy létszámmal vannak jelen, és érdeklődőek a diákok. Mindent a standokon meg lehet nézni, adott esetben ki lehet próbálni, vagy meg is lehet kóstolni. A programokon számos információt kínálnak a fiataloknak. Szerintem nagyon jók ezek a feladatok is, hogy az ember, vagy mire tud ugye felkészülni, és akkor így megtanítják. A leendő apácaisok számára elérhető az óvodai képzés is. Szeretek a gyerekekkel dolgozni, még nem biztos, hogy gyerekes lesz, de még szeretnék sportot is. És nem? És én is a gyerekekkel szeretek foglalkozni. Mert nagyon szeretem a gyerekeket, és óvónő szeretnék lenni. A korábbi nyílt napok és családi rendezvények során a résztvevők életszerű képet kaptak az iskolák és a képzések világáról, amely segíti a diákokat a megfelelő pályaválasztásban.